Tisztes nyugati ember még az atomháborúskodástól sem fél annyira, mint a nemi betegségektől. Az ősi magyar megoldás erre a rettegésre pedig az, hogy nem járunk szűrésre. Yeah! Úgyhogy megnyugtatásotokra most először is hadd mutassam be a legújabb barátomat. Ő egy úgynevezett Lurex hátú diszkóbéka. I'm sexy and I know it. A Földön lakó 7,5 milliárd ember közül csak a legmenőbb szuperkisebbségnek van ilyenje. Például nekem. Nem, az az enyém! Te meg az enyém vagy, hagyjál békén. Na, szóval. Ezen túl persze semmi értelme nincs, nem használható semmire, nem lehet partifényeket varázsolni vele, kényelmetlen aludni rajta, meg amúgy is méltatlan volna. Szóval a 21. századi leszármazottja azoknak a teljesen fölösleges porfogó porcelán nippeknek, amelyek nélkül tisztes polgári lakás elképzelhetetlen lett volna hosszú ideig, de egy valamire kiválóan alkalmas. Amikor kezditeket elkapni a pánikroham, mert hívről és écről beszélek, idézzétek fel magatokban a diszkóbékát vigasztalásképpen, valahogy így. Jézusom, meg fogok halni! Akinek ez se segít, annak talán elvonja majd a figyelmét a hír, hogy végre musical készül Nagy Feró és a Beatrice punk korszakáról. Szó benszakad, hang fennakad, hát ehhez képest még ez a diszkóbéka is egy IKEA-s szerszemkészlet hasznosságával vetekszik. További figyelemelterelésnek ott van mondjuk Szijjártó Péter, ez a fröccsöntött nemzeti csecsebecse, ez az Armani öltönyös üres kalász, a nemzet gumicsirkéje, akit Orbán Viktor külügyminiszterként próbál eladni nekünk. Hát, ami Petikénk múlt héten Myanmarban járt, tudjátok, abban a dél-kelet-ázsiai országban, amelyikben nyáróta a hadsereg és civil milíciák tömeges gyilkosságukat és a nők tömeges erőszakolását követi el a helyi rohingya kisebbség ellen, amelynek fele mostanra menekültként él a szomszédos Bangladesben. Na és tippeljetek, egy európai ország minisztereként mi jutott eszébe Petikének ezekről a szörnyű atrocitásokról, amelyeket már az amerikai külügy is mostantól hivatalosan etnikai tisztogatásnak tart? Milyen már súlyos kihívásokkal néz szembe, és ha nem tud rajtuk úrrá lenni, több százezres migrációs hullám indulhat el, amely nem fog megállni Bangladesben vagy a környező országokban, hanem nagyrészt Európába fog irányulni, jelentette ki a myanmari hivatalos látogatáson tartózkodó magyar külügyminiszter. Magyarország azért támogatja Myanmart erőfeszítéseiben, hogy úrrá legyen a jelenlegi helyzeten, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hát persze, hogy a migránsok. Szóval van egy államilag támogatott etnikai tisztogatás, ami ellen Szijjártónak semmi, de semmi kifogása nincsen, inkább támogatásáról biztosítja az említett államhatalmat, sőt, segítséget ajánl fel a rendteremtésben. A rendteremtésben, ami a myanmari kormányzat számára a rohingyák elüldözését és kiirtását jelenti. Kedves myanmariak, csináljátok, amit kedvetek tartja, mi támogatunk is, csak épp nehogy migránsok érkezzenek Európába. Na, ez ma a magyar külügyminiszter, aki 10 millió magyar nevében mond ilyen csodákat. Na, ehhez képest szinte már igazságosnak tűnhet, hogy az ungarise nézőnek, szegénynek tudomást kell venni a HIV-AIDS helyzetről. Európa szerte HIV, tripper és szifilisz járvány van, olyan betegségek terjednek jelentős iramban, amelyekről korábban azt hittük, hogy már eltűnőben vannak. Az újonnan kiszűrt HIV-fertőzöttek száma a 2010-es évek eleje óta megháromszorozódott Magyarországon, pedig sokkal kevesebben járnak szűrésre, mint korábban. Ami tehát azt jelenti, hogy sokkal több az új fertőzés, és nagyon kevesen tudnak az állapotukról. A jelenleg nyilvántartott 3000-nél több páciens mellett nagyjából ugyanennyien lehetnek, akiknek fogalmuk sincs, hogy betegek. Nemzeti HIV-AIDS stratégia nincs, melyek is lenne. Ez a vidám vírus évente több mint 1 millió ember életet követ el világszerte, és ennél sokkal nagyobb azoknak az embereknek a száma, akiknek együtt kell élniük a fertőzéssel. Egy tavalyi becslés szerint legalább 36 millió, vagyis 3,5 magyarországnyi ember. Persze kevés ember tölti azzal a szabad idejét, hogy a világ szörnyűségein vívódjon, amikor helyette megnézhet egy jó szitkomot, döcöghet egy kis lakossági technóra, vagy főzhet egy tisztességes vacsorát. És itt jön az egyik legnagyobb probléma, ugyanis 2017-ben a HIV visszaszorításának egyik legnagyobb akadálya, legalábbis a világnak ezen a szerencsésebb felén, az, hogy nem gondolunk rá, hogy nem vagyunk tudatosak, félelmekbe, tabukba és sztereotípiákba szervezzük ki a helyzet kezelését, úgy egyéni, mint közösségi, sőt, állami szinten, pedig a megfelelő védekezéssel elkerülhető, a korai diagnózis pedig lehetőséget ad arra a HIV pozitív embereknek, hogy hosszú és teljes életet éljenek.
Röviden, ha nem tudsz róla, akkor belehalsz. Ha viszont tudod a státuszodat, akkor kezelés mellett vígan elpiligélszhetsz dédszülőkorodig. Kb. Mint egy cukorbetegséggel. Úgyhogy tessék menni szűrésre. Erre hívta fel a figyelmet múlt héten az Európai HIV és Hepatitis tesztelés hete, és ugyanezt teszi pár nap múlva december 1-én az AIDS ellenes világnap. Mindez nekünk is kiváló alkalmat ad arra, hogy megválaszoljuk a kérdést, mi fene az a HIV-AIDS, hogyan küzdhetünk ellene, és hogyan áll ez a küzdelem Magyarországon. Ez itt a Feles. Ez a Slime, a Torkornagat politika hétközi adása, amelyben szerdánként oszlatjuk a ködöt alapvető közéleti kérdésekkel kapcsolatban, hogy tisztában lássunk a naponta ránk ömlő politikai, ideológiai katyvaszban. Én Paprika Kinga vagyok, és csapjunk is bele a hagymás vérbe. Az senkinek nem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül. Az Országos Epidemiológiai Központ tavalyi statisztikái Magyarországon 3237 fertőzött embert tartanak számon. A szakcivilek becslései szerint még kb. Ugyanennyien élnek a fertőzéssel, anélkül, hogy tudnának róla. Utóbbiak vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen a vírus egy csöndes gyilkos, kezelés nélkül végzetes. Igen, tavaly fordult elő hosszú-hosszú évek után újra, hogy egy terhes hölgy úgy tudta meg, hogy ő HIV-fertőzött, hogy a kisbabája volt beteg. Ugye egy terhes hölgynél 30%-os az esélye, hogy egy beteg kisbabája születik, ugye az óriási szám. És az a kisbaba beteg volt, AIDS beteg volt. És nagyon sokáig vizsgálgatták, ugye nem könnyű felismerni, mire rájöttek, hogy AIDS-es, és utána az édesanyáról derült ki a HIV-fertőzés. Ezeket el lehet kerülni. A HIV egy úgynevezett retrovírus. Hogy ez mit jelent, az haladó szintű orvosi ismeretek hiányában nem tudom megmondani, de annyi biztos, hogy az előtag nem azt jelenti, hogy valami cool retro cuccról lenne szó, mint a tiszacipő vagy a csepelbringa. A szervezetbe kerülve a vírus a legtöbb esetben nagyon hosszú ideig tünetmentes marad, és a fertőzöttök felénél 7-9 év alatt fejlődik ki az immunrendszer összeomlását jelentő betegség, az AIDS. A fertőzöttek másik felénél ez még hosszabb ideig is tarthat. A 80-as évek óta a magyar egészségügyi rendszer évente pár száz új fertőzöttet regisztrál, ami önmagában nem tűnik nagy számnak, de maga az a tény, hogy évtizedeken keresztül nem csökkent az új diagnózisok száma, már nyugtalanító kell, hogy legyen. Az elmúlt néhány évben azonban, miközben egyre kevesebben járnak szűrésre, növekszik a frissen kiszűrtek száma, azaz hasonló tendenciára következtethetünk, mint Nyugat-Európa szerte. Az emberek megnyugodtak, hogy elkezdett visszaszorulni a járvány, és kevésbé védekeznek, így pedig aztán jönnek is az új fertőzések. Pár hete jelent meg a riportkönyvem, amelyben független szexmunkásokkal interjúztam, de beszéltem néhány tucat klienssel is. A szexetárlók egységesen azt mondják, nagyon sok kuncsav döbbenetes modorban alkudozik azért, hogy ne kelljen gumit húznia. És persze itt nem csak a HIV-ről van szó, hanem például a rég elfeledettnek hitt szifiliszről, amelynek bizonyos mutásaira nem hatnak már az antibiotikumok, illetve a gonorreára, másik nevén a tripperre. Ez amúgy a kedvenc nemi betegségem. Olyan jól lehet vele riogatni. Ez nem csak nemi szerveken, hanem szájban is terjed, és a tünetei sokkal durvábbak férfiaknál, mint nőknél. Ez amúgy viszonylag ritka. Tudom, hogy nem szép dolog, de még mindig nem tudok nem röhögő görcsöt kapni, amikor valaki kétségbe esetten panaszolja, hogy ó, idők, ó, erkölcsök, hát trippert lehet kapni egy egyszerű szopástól. Én ilyenkor mindig azon töprengek, hogy mire számított a nyomorult. A szexetárlók legtöbbször jobban tudják, milyen veszélyeknek vannak kitéve, és igyekeznek is ragaszkodni az ószer használathoz. Na persze van olyan, hogy valaki nincs alkupozícióban, és ezért elfogadja ezeket a bizonytalan ajánlatokat. Azonban, amíg a hivatásosoknak muszáj egészségügyi vizsgálatra mennie, addig a kuncsaftok és egyéb lakossági elemek nem járnak, sőt, a heted lakosság körében sokan egyszerűen meg vannak győződve arról, hogy őket ez nem érinti, velük ez nem történhet meg. Pedig hát a HIV vírus és más fertőzések viszonylag ritkán szoktak előinterjúzni a potenciális áldozataikkal, mondjuk a társadalmi státuszuk és a szexuális irányultságuk felől. Ez a hamis védettségérzés részben puszta ostobaság, részben azonban a rizikócsoportok téves fogalmából táplálkozik. A betegségre a 80-as évek legelején figyeltek fel az Egyesült Államokban. New Yorkban, Los Angelesben és San Franciscóban feltűnővé vált, hogy fiatal homoszexuális férfiak körében nagy gyakorisággal jelentkezik agresszív tüdőgyulladás és az emiatt bekövetkező halál. Hamar kiderült, hogy a közös minden esetben az immunrendszer durva legyengülése, de az már több időbe került, mire az orvosok az okokat is feltárták. Eleinte kimondottan a homoszexuálisok betegségeként könyvelték el, és így is nevezték. GRID, vagyis Gay-Related Immune Deficiency, magyarul homoszexuálisokkal összefüggő immunhiány.
A korabeli konzervatív amerikai kormányzatnak hosszú évekbe és több ezer ember életébe került, amire képes volt eljutni odáig, hogy valódi társadalmi problémaként kezelje az ügyet, és ne azon szórakozzanak a színvonalas fehérházi sajtósok, hogy kevesebbet kellene randizniuk a melegeknek. Egészen a 90-es évek közepéig kellett várni, amíg ez a paradigma végre kikerült az orvosi megközelítésekből, de a hatásai igazából ma is érződnek. Ha megkérdeznénk, ma is rengeteg ember mondja azt, hogy az AIDS az nem az ő problémája, számára nem jelent semmi veszélyt, ez csak valamilyen istenverés, ami kimondottan a melegeket, a drogosokat, meg a prostikat sújtja, de hát az igazság távolabb nem is lehetne ettől a marhaságtól. Az említett csoportok adott történelmi időszakokban és földrajzi helyeken valóban számíthatnak magas veszélyeztetettségű kategóriáknak, de még egyszer hangsúlyozzuk, ez időtől és tértől is függ. Vannak Európán belül olyan országok, ahol az intravénás szerhasználók körében a legelterjedtebb, és olyanok, ahol meg a homoszexuálisok körében. Vannak olyan országok, ahol a szexmunkások és prostituáltak kevésbé jellemzően fertőzöttek, mint a lakosság többi része. De a szubszaharai Afrikában, ahol ma is a világ HIV-fertőzött lakosságának kétharmada él, a probléma mindenkit érint. És ugyanez a fajta kontextusfüggőség jellemző például a nemi megoszlásra. Az Egyesült Államokban mondjuk a homoszexuális és biszexuális férfiak alkotják az egyik legveszélyeztetettebb csoportot. Afrikában azonban 10 HIV-pozitív férfira 13 HIV-pozitív nő jut. És ez az egyenlőtlenség évről évre növekszik. Szóval nem valami buzulás miatt égi csapás ez, hanem egy fertőzés, amit komolyan kell venni. Minden esetre a bűnbakkeresés és a tabusítás az, ami a legjobban hátráltatja a fertőzés korai felfedezését és kezelését. Ehhez jön hozzá sok helyen, például itthon is az, hogy alapvetően nem szeretünk a szexről meg a szexualitásról beszélni, nem léteznek bejáratott módok arra, hogy tanuljunk ezekről a dolgokról. Márpedig függetlenül attól, hogy heterókról vagy homoszexuálisokról van-e szó, a vírus terjedésének egyik gyakori útja a szex. Az ondó és a hüvelyváladék mellett a fertőzés vérútján is terjedhet, emiatt vannak különösen kiszolgáltatott helyzetben például az intravénás szerhasználók, és ezek közé nem csak a heroinisták tartoznak oda, hanem azok a hobbi testépítők is, akik edzés után az öltözőben csak beszúrnak egy kis szteroidot. Persze a diszkóbéka és én óvaintünk mindenkit a drogoktól és a szteroidoktól, különben mi száraz novembert tartunk. De úgy is megtörténhet a fertőzés, ha nem megfelelőek a higiéniai viszonyok az egészségügyi rendszeren belül. A vírus átadás ezek mellett történhet még az anyatejen keresztül is. Az imént felsorolt fertőzési módokon túl azonban más terjedési lehetősége nincs a vírusnak, amely amúgy is viszonylag lustának számít 0,1% és 1% közötti a terjedési hatékonysága, tehát nem lehet megfertőződni pillantástól, érintéstől, nyáltól, öleléstől, kézfogástól, párbeszédtől, nem terjed légiúton. Tehát a HIV-fertőzöttek kirekesztésére, megvetésére és diszkriminációjára tényleg semmi okunk. Még azzal sem indokolhatjuk meg, hogy saját magunkat próbálnánk védeni általa. Ellentétben a 80-as, 90-es évekkel, amikor ez a betegség egyértelműen halálos volt, a következő években pedig nagyon-nagyon sok mellékhatással, nagyon sok szenvedéssel járó kezelésnek voltak kitéve. Ma már ez akár napi egy tabletta bevételét jelenti mindenféle mellékhatás nélkül. Szóval így állunk ma. Az OEP 100%-osan finanszírozza azt a gyógyszert, amelynek a rendszeres szedésével olyan alacsonyan lehet tartani a vírus számot, hogy az nem csak a fertőzött egyén életére nem jelent már veszélyt, hanem továbbadni sem tudja azt, tehát nem fertőz. Ebből a szempontból úgy tűnik, hogy minden rendben is van. Sőt, olyan formula is létezik, amelynek a szedése mellett akkor sem lehet elkapni a HIV vírust, ha az ember amúgy érintkezik vele. Ilyen koktélok például a PrEP és a PEP. Az egyiket rendszeresen kell szedni, mint egy fogamzásgátlószert, a másikat meg akkor, ha valószínűleg érintkeztél a vírussal, azaz kb. Úgy, mint egy esemény utáni tablettát. Erről azonban a legtöbben nem tudnak, ahogyan a státuszukat sem ismerik, és azt sem tudják, hogy hol lehet feliratni a tablettákat. Az egyetlen orvos ugyanis, aki a folyamatos szedésre való PrEP-et felírhatná, ellenzi, mert attól tart, hogy ez az embereket meggondolatlanságra serkenteni. Az adás elején már látott dr. Szlávik János, a Szent János Kórház főorvosa, iskolamesterhez méltó modorban utasította el a PrEP-et egy 2016-os évvégi interjúban.
arra buzdítja az illetőket, hogy ne védekezzenek a szexuálisan átvihető betegségek ellen, magyarul ne használjanak gumiószert. Pedig van nagyon sok más betegség, amit szexuálisan át lehet vinni, úgyhogy én ezt nem nagyon támogatom. Tény az, hogy azokban az országokban, ahol nagyon sok beteg van, ott ezt a megelőző módszert próbálják a prevencióba beépíteni, tehát ennek egyébként elég komoly ára is van. Az ár, amiről itt szó van, nem társadalmi vagy morális, hanem prózaian pénzügyi. Recept nélkül 150 ezer forintba, recepttel együtt viszont 300 forintba kerül a magyar patikákban az említett gyógyszer. A különbözetet, ha Szlávik doktor méltóztatná felírni, az egészségbiztosításnak kellene fizetnie. Ez első pillantásra soknak tűnhet, de a töredéke csupán annak, amennyit a fertőzések megelőzésével spórolhat az OEP, és akkor még nem volt szó arról, hogy itt emberek életéről döntenek finanszírozási alapon. A PrEP és a PEP valójában nem oldja meg önmagában a HIV-AIDS problémát. Ezek erős gyógyszerek, mellékhatásokkal, így nyilván mindenkinek magának kellene dönteni arról, hogy szedje. Ugyanakkor, ha legalábbis rendelkezésre állna, akkor egy csomó új fertőzést el lehetne kerülni. Én ettől az ügytől például elég ideges leszek, ilyenkor, ha már a diszkóbéka sem segít, akkor jön az éneklő béka. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. Na, most már én is kicsit nyugisabb vagyok. Szóval, több civil szereplő is próbál ma tenni azért, hogy minél több ember figyelmét felhívja a szűrővizsgálatok fontosságára, és lehetőséget is biztosítson ezeknek az anonim és ingyenes lefolytatására. Bezzeg az állam, amelynek ez ugye az elsődleges feladata lenne, hát ők egyáltalán nem jeleskednek ezen a területen. A 90-es évek 100 millióihoz képest 2017-ben összesen 15 millió forintot szántak prevencióra. A civilek, akik pályázati forrásokból igyekeznek a rendszer réseit betömködni, na hát ők pedig a 2017. június 13-án elfogadott putyini stílusú Lex NGO értelmében már idegen ügyeket szolgálónak számítanak, és ki kellett tegyék magukra a csillagot. Megy is a keserű poénkodás, hogy rázva nem keverve adják majd ki a teszteket ezután, ahogy azt a James Bond filmekben megtanulták. A szakcivilek nem vagy alig kapnak pénzt, pedig nemzetközi szinten mindenütt látszik, hogy a nagy intézményeken kívüli önkéntes szűrés sokkal hatékonyabb. Egyszerűen könnyebb szívvel mennek el az emberek olyan helyre, ami kevésbé bürokratikus, mint az egészségügy. A szűrés egyébként bármelyik bőr- és nemi beteg gondozóban is elvégezhető, szintén térítésmentesen és anonim módon, de az egészségügyi rendszer rengeteg kívánivalót hagy maga után. Az orvosok nem elég tájékozottak az ügyben. Olyan esetről is tudunk, amikor szemorvos utasított vissza egy szemfenék vizsgálatot, mikor megtudta a páciens a HIV státuszát. Pedig hát tényleg, ha a vizsgálat utáni 5 percben védekezés nélküli, és tegyük hozzá, konszenzuális közösülésbe kezdett volna a pácienssel, még akkor is jó eséllyel megúszta volna fertőzés nélkül. Hát meg egy szemfenék vizsgálat, amikor hozzá se kell érni az emberhez. De a tájékoztató munkát szintén nem végzi el az állam. A fiatalokat nem készíti fel az oktatási rendszer ezekre a kérdésekre. A tűcsere programokat bezárják, pedig ezekkel szintén lehetne fékezni a szerhasználók közötti terjedést. A biztonságos szexet lehetővé tévő ószer indokolatlanul drága, és szintén kifejezetten veszélyeztetett fiatalok körében a szexuális nevelés mellett az ószer is hiányzik. Arról már nem is beszélve, hogy a szexualitás agyontabusítása miatt, még akinek pénze is lenne rá, annak se leányválom az ószer beszerzése. Gumi ószerre lenne szükség. Cirikém, van kotonu? Az egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumában 2013 óta porosodik egy akkor elkészített, szakmailag amúgy megfelelő tervezet, amelyet azóta sem fogadtak el. Így aztán évek óta nincsen érvényes nemzeti HIV-AIDS stratégia, amellyel mindezeket a problémákat orvosolni kellene, politikai akarat hiányában pedig marad a civilek által egyre szűkülő lehetőségek között folytatott utóvétharc. Ha a 80-as évek Amerikájában az volt a baj, hogy egy kezelhetetlen válsághelyzet létezéséről még senki nem akar tudomásul venni, akkor 2017 Magyarországán a közmondásos ló másik oldalán vagyunk. Egy kezelhető probléma létezéséről már senki nem hajlandó tudomást venni. Mi annyit tehetünk, hogy tudomást veszünk róla, és ha másért nem, akkor legalább a saját egészségünk érdekében foglalkozunk a kérdéssel.
Ennek értelmében tehát marokra fogjuk a lélegmelengető diszkóbékáinkat, és elmegyünk szépen hívszűrésre, ahol ha véletlenül rossz hírt kapunk, akkor felkészült szakemberek diszkréten segítenek felfogni, megérteni és túllépni a pánikon, illetve elindulni a kezelés felé. Igaz. Mint mondtam, elég sok emberrel beszélgettem a gumihasználatról és arról, hogy férfiak miért nem hajlandóak ebbe belemenni. Csodálatos gyűjtést szedtem ebből össze, és aki kíváncsi ezekre a teljesen ostoba félremagyarázásokra, illetve az én házi készítésű tippjeimre, trükkjeimre és praktikáimra, amivel ellenkező embereket rá lehet venni a gumihasználatra. De miért? Nem kell, hát majd kihúzom. Tudod, mit húzol ki? A gyufát, azt húzod ki. Szóval, aki ezekre kíváncsi, az jöjjön el most december 1-én, a Hívéc Világnapon, a stand-up előadásomra, Némandra, a stúdiókába. Lent a leírásban van a link. Erre a hétre pedig ez volt a Feles, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk újra, addig is legyetek média cézárok, fektessetek be a Slime-re a patreon.com/slimeshow oldalon, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Facebookon, Tumblr-en és Instagramon, vagy kérdezzetek tőlünk Ask FM-en. Köszi a figyelmet, szevasztok! Kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül.